Isten áldja. Isten áldja meneteket, jó estét mindenkinek. God bless you. Good evening, everyone. Azt hiszem, egy ima kéréssel kezdeném. I think I'll start with a request for prayer. Ha lennétek szívesek imádkozni, értem. If you'd be so kind to pray for me. Mert szívnagyobbodásom van. Because I have a heart condition. It, as it turns out, my heart has become too big. It has been enlarged. De nagyon köszönöm Pásztor Attila szavakat. Nagyon. But Pastor Attila, I'm touched by your words. Thank you. Nem tudom, van-e hely még a tini táborban? I don't know if you still have space in a teen camp. Szeretnék jelentkezni. I'd like to sign up. Annyira meggyőző volt az előbbi percek, nem? The skit was so convincing, wasn't it? Üdvözlet Kaposvárról mindenkinek. Greetings from Kaposvár. Hoztuk ezt az üdvözletet jó páram, úgyhogy egy pillanatra felállnál, hogyha kaposvári vagy. A couple of us have come. Jó. To bring you good tidings. Jár. Aztán nagyon nagy szeretettel várunk benneteket két hét múlva. Három. Mindegy, Kaposvárra, jó? To have you at Kaposvár in about two or three weeks. Valóban nagyon várunk benneteket. Truly, we are excited to. Gyertek el nyugodni Istenben. We hope that you will come and rest in God at Kaposvár. Tudom, hogy itt is lehet nyugodni Istenben. I know you can rest in God where you are here. De Kaposváron még jobban lehet nyugodni Istenben. At Kaposvár you can do the same thing much better. Kisebb a zaj, forgalom, emberek. There's less noise, less traffic, less people. Úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk benneteket. So we are very excited to have you there. Imádkozunk. Let's pray now. Mennyei Atyánk. Heavenly Father. Jó a jelenlétedben lenni. It's good to be in your presence. Jó a szeretetedben, a kegyelmedben elmerülni. It's good to be immersed in your love and your grace. Jó nyugodni benned. It's great to have rest in you. Jó örülni neked. It's great to rejoice in you. Köszönjük neked. We thank you. Hogy van egy tartalmas életünk. We have a great life. Van egy örömünk. We can have joy. Szeretetünk. And love. Célunk. And purpose. Van jövünk. And we have a future. Egy nagyszerű jövünk. A great future. Köszönjük neked a ma estét. Thank you for tonight. Tudjuk, hogy meg akarsz áldani bennünket. We know that you want to bless us. Tedd meg ezt a te nevedben, Jézus. We ask you to do that in your name, Jesus. Amen. Amen. Nagyon mélyen hiszem azt, I deeply believe, hogy Isten akar nekünk adni egy tartalmas, egy erőteljes életet. That God wants to give us a powerful life full of content. Ez Isten szívem, ez Isten szándéka. It is God's heart and it's his purpose. Hogy mindannyiunknak. Minden gyermekének legyen egy ilyen élete. That all of them, egy olyan all élet, of his children would have such a life. Jó élni. A life that is enjoyable. Lehet, hogy ez nem egy könnyű életet jelent. Maybe it's not an easy life. Nem kihívások nélkül életet. Not one without challenges. Nem problémák nélkül életet. Not one without problems. Nem bukások nélkül életet. Not one without failures. De egy jó és áldott életet. But a good and blessed life. És hiszem azt, hogy bizonyos dolgok azok nagyon is támogatják, nagyon is segítik azt, hogy legyen egy ilyen életünk. That there are things that greatly help us to have this kind of life. Lehet, hogy amikor azt mondom, hogy bizonyos dolgok támogatják ezt. When I say certain things help it. Lehet, hogy most azt mondod, hogy ajaj. Well, you might think, oh dear. Itt van egy messziről jött ember. Here's a man who I don't know. És megmondja, hogy mit kéne még tennem. He's gonna tell me what else I should do. Annyi tennivalóm van már. I already have so much. Annyi tanulni valóm van. I already have so much to learn. Igazgatom a családomat. I'm trying to manage my family. Próbálok így az anyagi dolgokban így felszínen maradni. Trying to stay on top of financials. Járok minden alkalommal a gyülekezetbe. Going to church all the time. Evangelizálok. Soul winning. Van egy személyes csendességem Istennel. I have a personal quietness with the Lord. Bibliaiskolában is tanulok. I'm learning in the Bible school. És akkor még azt mondod, hogy még van valami fontos, amit még tennem kell, ami segít ehhez az élethez. And you're telling me that on top of this, there's something important I need to do to have this life. És nem akarok ezen a nyári estén valami nagyon bonyolult lenni. I don't want to be too complicated. Úgyhogy lehet, hogy megkérdezed azt. So you may ask me. Hogy mondanál valami nagyon fontosat.
Could you tell me something very important? Mondanád a legfontosabbat? Could you tell me the most important one? Ami igazán fontos az életünkben? That is really important in our lives. És azt mondom, hogy igen. Well, I'd say of course. Csak egy dologról akarok beszélni. I just want to talk about one thing. Egyről, ami igazán fontos. One that is really important. Nézzük meg a Bibliánkban ezt. Let's open our Bibles. 1 Péter 4:8-nál. At 1 Peter 4:8. Egy Péter 4:8-ban ezt olvassuk. In 1 Peter 4:8 it says, mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek. Mert a szeretet sok bűnt elfedez. Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins. És azt mondja, hogy Péter, and Peter says, hogy legeslegelőbb, mindennél fontosabb módon, above all, elmondom, most importantly, ami a leges legfontosabb, I'm going to tell you what is most important, ami nektek, mint hívőknek, for you as believers, az életét fontossá, tartalmassá teszi. This will make your life full of content and az egymás iránti szeretet, the love towards one another, be legyetek kitartóak. Be persistent. Néztem ezt a szót, it. Nem tudom a nyelvet, csak néztem, hogy mit jelent ez a szó, hogy kitartó. Word. I don't know the language, nagyon erős szó. But this word earnestly or persistently. Jelent olyat is, hogy legyetek nagyon buzgók. It means be very eager, miben? Very zealous. Az egymás iránti szeretetben. To be very zealous. Ez mindenek előtt van. Towards one another. And it nem is érdemes foremost. Semmi másról beszélni. It's not worth talking addig, about anything amíg ez else, nincs felemelve szemetek előtt. Until this is lifted up before nem érdemes you. Igazán nagyon más dolgokat tenni. It's not even worth doing a lot of enélkül other stuff without this. Az egymás iránti szeretet legyen kitartó. Be earnest in loving one another. Don't give up. Nem tudom, találkoztál-e már olyan helyzettel, amikor az a gondolatod jött, hogy feladod a szeretetet a testvéred iránt. Have you ever been in a situation where you have thought about giving up loving your brother? Mondja, ne add fel. It says don't légy give up. Buzgó, légy tüzes ebben. Be fervent in légy it. Légy elszánt ebben. Azt is jelenti ez a szó, hogy nagyon erősen horgonyoz le a szeretet mellett. This word also means that you should cast down an anchor next to this love. Egyszerűen csak azt hiszem, hogy nekünk mindannyiunknak mérhetetlenül szükségünk van kegyelemre és szeretetre. And I believe that all of us, we all need great love and grace. Amikor rátaláltam X évvel ezelőtt, már nem merem mondani, hogy hány évvel ezelőtt, mert lehet, hogy nem vesznek be a tini táborba. When I found this, and I'm not going to say how long ago, because I might not make it into teen camp. Rátaláltam Isten szeretetére és kegyelmére hozzám. So when I found God's love and grace for me. És most akárhány évvel később. And now, so many years later. Jobban szükségem van rá, mint akkor. I need it more than úgy I did érzem. Then. That's how I feel. Jobban. I need it more. Nap mint nap, folyamatosan. Daily. Mindannyiunknak szükségünk van kegyelemre és megbocsátásra. We need grace and forgiveness. Először is Istentől. First of all, we need it from God. A teremtőnktől. From our creator. A családfőtől. The family head. The dad. Szükségünk van kegyelemre és megbocsátásra. We need grace and forgiveness. Egy olyan Istenre van szükségünk, aki nem elítél bennünket. We need a God who will not judge us. Although he could, but he will forgive us. Amikor rosszak vagyunk, when we're bad, nem elfordul tőlünk, he doesn't turn away from us, hanem odafordul hozzánk. But he turns to us. Ha úgy érezzük, hogy leprásak vagyunk, when we feel that we have leprosy, akkor nem odébb megy, he doesn't leave us, hanem meggyógyít bennünket. But he comes and heals us. Istenre van szükségünk. We need God. Nem olyanra, aki csak megmondja, hogy milyennek kellene lennünk, not one who would tell us how we should be, hanem aki segít is változni. But one who will help us change. És tudjátok, azt gondolom, hogy szükségünk van olyan emberekre is, and I think we also need people, olyan testvérekre, brothers, akik hasonlóak Istenhez. Who are similar to God. Én tudom mélyen azt, hogy elsősorban Istenre van szükségem. And I know that first and foremost, nem tudom, I need te hogy God. Vagy velem. I don't know how it's for you. Én úgy vagyok velem. But for me, annyira jól esik. It's like it feels so good. Amikor tőletek kapom ezt a szeretetet. When I receive that love from you guys. Amikor Isten szeretetét ti közvetítitek felém. When you are giving me God's love. Tudom, hogy love. Ebben a kapcsolatban megvan ez a szeretet. And I know that in this relationship there's ez love. A végső menedékem. And that is my final refuge. Ha tőletek nem kapnám.
If I didn't receive it from you. Ezt ha kapom tőletek, akkor is megvan. And also if I do receive it from you, I still have that. De nekem nagyon jól esik a szeret a feleségem. But I really love it, man. Nagyon jól esik a szeret a gyerekem. It's so great when my child loves me. Nagyon jól esik, amikor a szeretetét kifejezi a Bartamiki. It's so great when Bartamiki or anybody else in the church tells me that he loves me. Nem távol mennek. They don't go away. They don't judge me. Hanem kitartóak a szeretetükben. They are persistent in their love. Köszönöm. So thank you for that. Mindannyiótoknak. To all of you. Isten soha semmit nem kért tőlünk olyat. God has never requested anything from us. Mert ugye mit mond itt? Legyünk kitartóak, buzgók a szeretetünkben egymás felé. It says we should be persistent and zealous in our love towards one another. Lehet, hogy itt egy picit megijedsz. And you may be afraid at this point. Na, de engemet olyan különlegesen furcsa emberek vesznek körül. But I am surrounded by such crazy, akiket peculiar people that are so difficult to love. De hiszem azt, but I do believe hogy Isten soha nem kért tőlünk semmi olyat, that God never requests anything from us, amit ő előtte bőségesen, minden mértéken felül ne adott volna nekünk. That he hasn't provided for before. Úgyhogy ez a szeretet, amivel szeretjük egymást. So that is the love, a forrása Isten. With which we love one another. Kaptuk, kapni fogjuk. The source és soha is nem hagyja abba Isten. He is giving it, hogy ne adná a szeretetét és a kegyelmét nekünk. He will never stop giving aztán his love and grace. Erre hív Isten bennünket, hogy szeressük egymást. And that is what God calls us to do. Egy ilyen tűzes, egy ilyen kitartó szeretettel. With this fiery love. És a szeretet nem csak egy szó. Love is not just a word. Mert csak annyi lenne, hogy szeretlek testvérem. Because if it's just saying I love you. De hogy több a szeretet. It's not much. A szeretet megnyilvánul tettekben. Love is revealed in acts. Szeretetnek acts. Nagyon sok sokszor ára van. Love often has a price. Legtöbbször a saját magam hústestének a halála. Obviously, I mean, az önszeretetem usually, halála. Most often it is arra the death Isten, of my own flesh, gyorsak, the death of self-love. A megbocsátásban. And God is calling us to be quick to forgive. Adjunk sok megbocsátást. To give a lot, to forgive a lot. És mit mond Isten? And what is God azért, saying? Én is ezt adom neked. He says, olyan nagy mértékben. This is what I give to you in. Isten nem személyválogató, Isten nem kemény szívű in spades. Hozzánk. And you know God is not a chooser of persons. He is not harsh towards us. Isten nem az várja, hogy tökéletesek legyünk. He doesn't expect us to be perfect. Hanem Isten tökéletessé tett bennünket. He has made us perfect. Nem azt várja tőlünk, hogy elfogadhatóak legyünk. He does not expect us to be acceptable. Néha mi ezt várjuk egymástól. Although that's what we often expect from one another. Isten megelőlegezte ezt nekünk, oda tette, elvégezte, hogy elfogadhatóak legyünk. God gave that to us in advance. Milyen jó, amikor vannak emberek körülöttünk, it's akik so, így szeretnek bennünket. It's so great to have people around us who love us in that way, who we can afford to make mistakes. Ne haragudj, ne aggódj. And we're nincs like, semmi gond. I'm so sorry, mindannyian like, hibázunk, it's mindannyian okay. Követünk el hibát. We all make mistakes. Ja. Tanulom szülőként ezt. As a parent, I'm trying to learn that. Hogy ne várjam a gyerekeimtől azt, hogy tökéletesek legyenek. Not to expect my children to be perfect. Annyira szeretném, ha tökéletes gyerekeim lennének. But I would really love them to be perfect. Amit mondok nekik, csak így mindjárt megtennék. If they would immediately mindig a legjobb döntést hoznák. What I tell them, mindig szeretnék egymást. Soha nem árulkodnának egymásra. If they always loved one another, szívüket, lelküket kitennék egymásért. Annyira szeretném, ha tökéletes gyerekeim lennének. It would be so great if they were perfect, my children. Megbeszélitek, hogy szerintetek vannak-e. And you know, I leave it to you to discuss whether these children exist. De szeretem őket. But I love them anyway. És hiszem, hogy a szeretetben növekedhetnek. And I believe that they can grow a szeretet in love. Az a tér, love, az erőtér, ahol változás van. Love is the force field that makes change happen. Úgyhogy Jézus. And Jesus hív bennünket egy ilyen életet megváltoztató döntésre. He's calling us to make a decision that will change our lives. Ha úgy vagy véletlen itt, hogy nem fogadtad még el Jézust. And if you're here and you haven't received Jesus. Akkor tudd azt, hogy feléd ez a hívása. I want to tell you that this call goes out to you. Megváltoztatja az életet. And it changes your life. És azt mondja, hogy dönts úgy, hogy fogadd el a szeretetemet. And he's calling you to make a decision by receiving my love for you. I love you and I have died for you. Odaadtam az életemet érted. I have given my life for you. De ha hívő vagy, but if you are a believer, akkor is erre szükséged van újra és folyamatosan és nap mint nap. You still need this again and again on a daily basis.
hogy fogadjunk el szeretetet. To receive love. De tudjátok, mire hív még bennünket? You know what else God is calling you? Máté 7:12-ben. Matthew 7:12. Hasonló ez, mint az 1 Péter 4:8, ez az egymás iránti buzgó szeretet. It's like 1 Peter 4:8, this itt meg azt mondja, hogy ezért, amit szeretnétek, hogy veletek tegyenek az emberek, azt tegyétek ti is velük. But here it says what you would want others to do to you, do that unto others. Ez a törvény és a proféták tanításának a lényege. That is the essence of the teaching of the law and the prophets. Jézus hív bennünket egy döntésre. So Jesus is calling us úgy to make a decision. Úgy bánj másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled is bánjanak. Treat others like you would want to be treated by others. Észrevetted azt, hogy a nátha az fertőző néha? Have you noticed that the flu is contagious? Észrevetted, hogy a szeretet is nem fertőző, csak ragályos? Have you also recognized that love is kind of contagious? Ha szeretnéd, hogy tiszteljenek, if you want to be respected, akkor bánj tisztelettel másokkal. You should treat others with respect. Feleségek, férjek, wives, husbands, hogy szeressenek, if you want to be loved or respected, fertőzzetek. You should be contagious. Észrevetted, hogyha ilyen türelmetlen vagy, have you noticed that if you're impatient, körülötted fertőzés van, then there's going to be a contagion around you. Én néha észrevettem, hogy a feleségem olyan furcsán kelt fel. Sometimes I've seen my wife get up in a moody way. She was impatient. Nem olyan, mint szokott lenni. She was not her old self. Mi történt vele? What happened to her? Biztos nem imádkozott reggel. I bet she didn't say her prayers in the morning. Kérdeztem Istent. I asked God. Mutasd meg, mit csinált rosszul. Show me what she did wrong. How could I help her? Általában rájövök erre. And I usually find out. Én voltam türelmetlen vele. That it was me. I was impatient towards her. Aztán csak fertőztem. And then I was contagious. Olyan sokszor tapasztaltam, és hiszem, hogy mindannyian tapasztaltuk ezt meg. And I've experienced this so often, and I believe you have as Törjük well. Törjük meg ezeket a gonoszságnak a köreit. Let us break these circles of evil. Valami jóval. With something good. A rosszat törjük meg jóval. Let us break evil with good. A mai világban az emberek annyira nem mosolyognak. This world people have forgotten how to smile. Annyira nem mosolyognak. Miért they, nem? They never do. Why? A politika a hibás. Oh, it's the politician's nem fault. Tudom. Well, I don't know. Én hiszem, hogy be tudok vinni mosolyt. I believe that mosolyt egy körbe. That I can take smile into a circle. Az arcomon van egy mosoly. There is a smile on my face. Hiszem, hogy ragályos. And I believe that it is contagious. Életet tudok vinni. Hiszem. Nem kell sopánkodnom azon, hogy ilyenek az emberek, olyanok az emberek. No, I don't have to complain about jót. People being so or so, because I know. Hogy a kővel dobálnak. Jézus azt mondja, hogy that Jesus said, if, törd meg a kődobálás, mivel? If someone throws you a stone, you should break the circle by throwing bread. No, by giving bread. Hogyha jönnek a lándzsák, mint Dávidnál, Saultól. If spears are thrown at you like Saul threw spears at David. Ja, nem könnyű, tudom. I know it's not easy. Nem is vagyunk rá képesek. And we're not able. De képesek vagyunk. But actually we are. Meg mindenre van erőnk. Because we have strength for everything. De csak Krisztusban. But only in Christ. Csak ő általa. Just by him. És ő erőssé fog tenni bennünket. And he will make us strong. Törd meg. So break it. A lándzsákat. Break the spears. Védj kezedbe egy hárfát. Egy hárfát. Just take a harp in your hand. És csak hiszem, hogy képesek vagyunk így szeretni. And I believe that we can love this way. Nem vagyok képes. No, I'm nem, not able. Nem, túl nehéz helyzetben vagyok. My situation is too difficult. Azt mondja Isten. But then de God képes says, vagy. Oh, you are able. Van képességed. You do van have erőd. Ability. You do van have hatalmad. Miattam. Power because of mert me. Én nem ott vagyok csak fent, az égben. Because I'm not just up there. Hanem én a te szívedben élek. I live in your heart also. Én betöltöttelek a Szent Szellememmel. I have filled you with the önmagammal. Holy Spirit. Az én életemet adtam neked. I have given you my life. És én teszlek téged erőssé. And I will make you strong. És azt mondja, hogy nem pogányok vagyunk mi. And it says we're not a pogányok is képesek Gentiles. Szeretni és jót tenni azokkal, akik jók ő hozzájuk. Because Gentiles are able to love and do good and to Isten people who vagyunk. Do the same to them. Az élő Istent hordozunk a szívünkben. But we are the children of God. We carry the living God in our hearts. Hinnünk kell ezt. And hinnünk we are able. Isten erejében, a we mi must életünkben. Believe in the strength of God in our lives.
A Biblia szerint a legfontosabb út, a legkülönlegesebb út a szeretet. The Bible says that the most important and most special way is love. Csak három bizonyságot szeretnék mondani. I just want to share three testimonies. Egyiket Pál mondja. The first one is 1 Korintus 12:35. Expressed by Paul in 1 Corinthians 12:35. Itt mondja ezt a klasszikust. He says this classic. Most here. Pedig megmutatom nektek a kiváltképpen való utat, a legjobb utat. Now I will show you the most excellent way, that of God's love. Annyira elbonyolítjátok a kereszténységet. You complicate Christianity so. Azon vitáztok. So much you debate. Milyen szellemi ajándékotok van? Ki a nagyobb, ki a kisebb? About spiritual gifts. Ki az eredményesebb? Who's smaller? Who's the more? Ki a hatásosabb? More effective. Who has better results? Mi lenne, ha egyszerűbben élnétek? How about a more simple life? Ha egyszerűbben gondolkodnátok. How about more simple thinking? Ha egyszerűbb hely lenne a gyülekezet. How about a simpler church? Ha egy úton járnánk. How about just walking one way? Ez a szeretet útja. That is the way of love. A szeretet Jézus. Love is Jesus. A következő a Máté 7:12 után a 13 arról beszél, hogy van egy szűk kapu és egy keskeny út, ami az örök életre vezet, és kevesen találják azt then meg. In Matthew 7:13 it says there is a gate that leads to eternity and not many will find it. Nem tudjuk egymást szeretni. We can't love one nem another. Tudunk úgy tenni egymással, ahogy az Isten velünk tesz. We can't treat one another like God treats us. Csak hogyha a szoros kapun lépünk be, unless we step a keskeny in this úton gate, járunk, and we walk on the narrow ő Jézus, way, and there's Jesus. Ő meghalt értem, he died a kereszten, for me on the cross. Abban mutatta meg a szeretetét, he has expressed his love hozott, for me in that. És aztán nem csak ő halt meg a kereszten, hanem én is meghaltam. And then not only he has died on the cross, but I am dead. A régi bűnös természetem. My old nature és has been számolom magamat. And that's how I count myself. És csak ő rajta keresztül, csak a kereszt miatt, csak a kegyelem miatt, csak a szeretet miatt. Only through him, only by grace, semmi mercy, más and love. Nem ad forrás és motivációt arra, there's nothing else to give me motivation. Valósan. Really. Bocsássatok meg, kiraktam ezt a valamit, azért, mert nem találtam az órát ott, és nem akartam veletek kitolni, hogy ezt a tízkor még beszélek. Nem tudom, hogy kell ki. Because I couldn't see the clock, and I wanted to make sure I'm on schedule. Aztán Pál ugye mondta ezt a legkiváltképpen való utat. So Paul talked about this excellent way. János az 1 János 4:20-ban. Then in 1 John 4:20. Azt mondja, hogy valaki, aki azt mondja, hogy szeretem Istent, de gyűlöli a testvérét, az hogy szeretné Istent? He says it says that if someone says I love God but he hates his brother, how can he really love God? Gyermekeim, ne szóval szeressünk, hanem cselekedettel és valósággal, vagy valós tettekkel. 1 János 3:18. In 1 John 3:18 it says, let us not love one another with words but with actual deeds. Úgyhogy ez az életünk. So that's our life. Ez mutatja meg, hogy Istenhez tartozunk. It reveals that we belong to God. A szeretet útját járjuk. We are szeretünk walking the way valósan, of love. Tettekkel, megnyilvánuló módon. In a real way. Hát azt mondja a Biblia, hogy van két bizonyíték arra, hogy Istenhez tartozunk. Because the Bible says there are two evidences to prove az that we are az, of God. Hiszünk. One is our the first one is our faith. De nem mindegy, hogy kiben hiszünk. But it's important who we believe in. Van egy jó választatok, hogy kiben higgyünk? Do you know who we believe in? Jézus. Yes, Jesus. In Jesus. Jesus. Ah, azt hittem valaki mást is mond, mint Jézus. Oh, actually, I thought someone valaki said something mondta, else. But... Rendben a válasz. Okay. Jézusban. It's just the language barrier. A másik az, hogy legyen egy megnyilvánuló szeretet az életünkben. And the second is that there would be a revelation of love in our life. A megnyilvánuló szeretet. Ez mutatja meg, hogy Krisztushoz tartozunk. Love revealed shows that we belong to Christ. Jézus elmondja, és ő a harmadik bizonyságunk, a legjobb, János 13:34-ben. Jesus is our third testimony in John 34. Elmondja, hogy mi a keresztényeknek, a tanítványoknak, a keresztény tanítványoknak az ismertető jele. He gives us a good description to how to tell apart Christians, the followers of Jesus. Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. I will give you a new commandment, which is that ahogy you would love one another. Ahogyan én szerettelek titeket, nektek is úgy kell szeretnetek egymást. As I have loved you, you should love one another. Hát erről ismeri fel mindenki, and that's how hogy az én tanítványaim vagytok. Will know that you're my disciples. Ha szeretitek egymást. If you love one another. Van itt egy pár Jézus tanítvány.
Are there any disciples here? Vallod meg Jézust, ha nem vallod meg ő, akkor is hűséges és megvall téged. Well, even if jó? You don't confess him, he is faithful to confess. Vallod meg, jó? But you should confess him, okay? Miről lehet felismerni, hogy valaki Jézus Krisztus igazi tanítványa? Recognize that you're a disciple of Jesus Christ. Én nem mernék ilyet mondani, amit Jézus. Well, I wouldn't dare to say this. Túl kemény. Jesus said, it's too harsh. De mivel Jézus mondta, ezért kénytelen vagyok. But because Jesus said it. Ezt mondani. Arról lehet felismerni, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretitek. People will know that you're my disciples if you love one another. Szeretném, ha valami más lenne a jelünk. I'd really like our tell sign to be something different. Én teleaggattam magam jelekkel. I mean, I put all these signs on. Nincsen ebben semmi hiány. And there are no, I mean, I'm full of them. Milyen jó lenne, jöhetnék ide és azt mondanám, látjátok? It'd be so cool if I could just come up and say, look. A kereszt jelébe jöttem. I've come with the sign of the cross. Szívem fölött. Over my heart. És persze rendben van, tudjuk mire utal. De tudod, hány ember hord keresztet a nyakában? But you know there are so many people who wear crosses over their hearts. Úgyhogy raktam magamra, még hátra nem ismertek fel, mint tanítványt. Raktam egy hagyományos, régi módi. So that you'll be sure to recognize me that I'm a disciple. De attól fértem, hogy a fiatalok azt mondják, hogy ódivatú. I put up one of these old school armbands. Úgyhogy raktam fel egy modern keresztény jelképet is. And I also put up one of those modern ones so that the youth would also. Aztán a héten olvastam a kopt keresztényekről Egyiptomban. Egyiptomban meg egyáltalán a muzulmán világban azt mondják, hogy nem szabad semmilyen tetkót felrakni. In Egypt and the Muslim world they say that you should not alter your body, you should never put a tattoo on yourself. A kopt keresztények azok valamivel kifejezik, hogy ők nem muzulmánok. But the Copt Christians have a way to express that they're not Muslims. És igazán azt gondolom, hogy bátor emberek. And I think they're very bold for doing lehet, that. Lehet, hogyha ezt a jelet megtalálják rajtuk, akkor csak végük. Because bátor emberek, tehát semmi nincs benne, ami negatív. Oké, okay. Nem tudom, mit mondta. Bátor emberek. Tetkójuk. Jó, azt nem mondtuk még el, most mondjuk el. All right, so. És én is raktam magamra egy kopt keresztény. So these Copt Christians put a tattoo on themselves to express that they're different, that they're Christians, and I've also put a tattoo on myself. Miről lehet felismerni, hogy keresztények vagyunk? How can you tell that we're Christians? Én megvettem 4-5 évvel ezelőtt ezt a jelet. I bought this sticker a few years ago. Többet is vettem. I bought several of those. Bátor voltam. Magyar keresztény motorosok közösségem. Hungarian Christian Motorists Club. Azóta folyamatosan imádkozom. And I've been praying ever since. Hogy Isten változtasson meg annyira, hogy felmerjem rakni ezt a jelet a motoromra. That God would change me so that I would be fit to put out this sticker. Mert rájöttem arra, hogy vannak, amikor könnyebb szeretni. Because I've discovered that there are times motorozni. When it's easier to love and it's easier to love than to ride the bike. Úgyhogy kifejezetten örülök ennek, hogy a keresztényeknek a jele, az ismertetőjele a szeretet. So actually I'm very happy to know that that Christians are recognized by their love and not by the way they drive. Miről lehet felismerni, hogy Jézus Krisztus valódi tanítványai vagytok? How can you be recognized as a real follower of Jesus Christ? Ezektől csak külsőséget. All these things are just lehet, hogy azt gondoljuk, azért, mert mindig itt vagyunk a gyülekezetben, minden Isten tiszteleten. But maybe it's because we're here on every service. Elvégeztük a bibliai iskolát kétszer. Or maybe it's because we have completed Bible school twice. Hetente 15-ször. Or maybe evangelizálunk. Because we go out soul winning 15 times a week. Ismerjük a Bibliát, minden kérdésre megvan a válaszunk. Or because we know the Bible so sok, well. Sok-sok lehetőség have the lehet. For all the questions. I mean, there are all those answers. Egyházhoz, gyülekezethez tartozunk. Or maybe it's because we belong to a certain church or denomination. Ezek nagyon jó dolgok. Look, these are great hiszem, things. Hogy Isten ezeket formálja bennünk, and amiket az előbb beszéltem. I believe itt vagyunk, that God bibliaiskolába járunk, evangelizálunk. Forms and uses these things in us that we're here. De lehet we go az, to Bible school hogy jövök minden nap gyülekezetben, lehet, hogy minden nap evangelizálok, lehet, hogy teleaggatom magam külsőségekkel. But I could lehet, do hogy all minden these things. Bibliai verset kívülről ismerek, I could put all these signs on myself. I can know all the verses by heart. A Jézus tanítványának igazi ismertetőjele. But really what God is looking for is the real telltale sign. Az, hogy szeretjük egymást. It's that we love one another. Ja, Isten szeret bennünket. God és loves mi us. Szeretjük egymást. And therefore we love one another. Úgyhogy van egy kiváltképpen való útunk. So we have
a more excellent way, útunk, the more the most important előtt, way. Egy mindenek előtt való dolog, az egymás iránti buzgó szeretet. This thing above all others, és ez a bizonyíték a tanítványságunknak. And that is the proof of our discipleship. Kit szeressünk? Who should we love? Úgy örültem, amikor csak régen azt gondoltam, hogy hát a testvéreimet. I was so glad when I thought I should only love my brothers. Mindenekkel jót tegyetek, kiváltképpen a hitünknek a cselédeivel. That we should do good unto everyone, and nem especially csak kiváltképpen, especially those olyan különleges szeretettel szeressétek. Who are our brothers, you should love them in a special love. Amennyire csak lehetséges, amennyit az Isten csak elvégez bennünk, minden emberrel. But it is our calling that we would love every person. Minden embert szeressünk. Every person. Na jó, minden, csak a ellenségeinket, nem meg akik velünk rosszat tesznek. I mean everybody except those who do Jézus, us adjál már bad, egy kis kaput. Or those who are enemies. I mean Jesus, give me a de way out. Van egy csodálatos életünk. Looking for a way out here. Van egy csodálatos messiás a szívünkben. But we have a wonderful life because we have a wonderful Messiah. Az életünkbe. And he brought in something great. Nagyon nagyon erőteljeset. Something very powerful. Az, hogy képességet adott arra, hogy az ellenségeinket is szeressük. He made us able to love even our enemies. Mindenre van erőnk, de csak ő benne. We have power for everything, but only in him. Úgyhogy ez egy annyira nagyszerű jelkép. And that is such a great picture. És hiszem, hogy ez a leghitelesebb. And I believe tudjátok, that this az emberek is the nagy része, most authentic. Ember, miért nem megy el gyülekezetben, miért nem akar Jézus követője lenni? Do you know why a lot of people don't go to churches? Tudjátok, why they don't want to follow válasz? Jesus? You know what the most frequent answer is? Mert vizet prédikálnak és bort isznak. They say because they preach one thing and they do another because they're hypocrites. És Jézus hív bennünket arra, hogy az legyen kívülről is az életünk. But God aki ő bennünk. Is calling us that we would have the same life outwards. Jézus, gyere, itt vagyok. As we have inside. Te éled bennem. Tudom, csak te tudsz így szeretni. Jesus, please te come and love me. I know that only you can do that. Velem, amikor velünk, amikor Isten népével, amikor a gyülekezettel kapcsolatba kerülnek emberek, it is really my heart, it is my wish that when people azt mondják, valamit felismertünk bennetek, contact with you, valami különlegeset, church, valami nagyszerűt, valami olyat, ami megérintette az életünket, valami olyat, amiért irigyek vagyunk rátok, valami olyat, ami something that has touched their lives, something that has made them envious. Amiért meg akarunk ismerkedni veletek, amiért something közel akarunk lenni hozzátok, amiért el akarunk menni a gyülekezetetekbe, amiért kérdezni akarunk tőletek, mert az a szeretet, ami közöttetek van, because the love between azt nem találtuk sehol. That we have never seen anywhere amikor bejöttünk azon az ajtón, when we came in amikor that door, találkoztunk az első emberrel, when we met the first valami person, olyat tapasztaltunk, valami olyan ismertető jelet, amit csak itt találunk, csak a keresztények, csak közöttetek. That can only be found here and nowhere else. Hey, nagyszerű, nem? It's great. Felismertelek téged, hogy keresztény vagy. I can see that you're a Christian. Ott a nyakadban a kereszt, tudom, hogy az vagy. Aha. There's the cross in your neck, I know you're a Christian. A héten el kellett döntenünk azt, hogy Coca-Cola vagy Pepsi-Cola. This week forgalmazunk az üzletünkben. We had to decide whether we should sell Coca-Cola or Pepsi-Cola in our restaurant, and it wasn't an easy Coca-Cola. One. Figyelj. Because the guy from Kérdezz Coca-Cola meg az embereket, said, most nem fogom megkérdezni, just jó? Ask people, and I'm not going to make an opinion piros, poll here. Szirád és betűk. But those nice red, tudod, az a carved letters, curvaceous letters. Róla? Meglátják azt a jelképet. When they see it, what do they think? They automatically want to drink Coca-Cola. Mi vagyunk a jó választás. So we're the good answer. Mit tudom én? Well, what do I know? Mi jut eszedben az arany kapukról? What about the golden arches? Na? Vannak olyanok, akiknek az új Jeruzsálem. Well, some people think about the new Jerusalem. Vannak olyanok, akiknek egy fűrészporú hamburger. But for some people it's a hamburger. A világ és a világi cégek óriási like sokat tesznek, azért hatalmas energiát és pénzt áldoznak abba, hogy legyen egy ismertető jel, mindjárt eszükbe jut róluk. Ők a Coca-Cola, ők a mit mondtam az előbb? You know, companies and corporations make inkább a lot of effort and put a lot of money into developing this image that people would recognize and automatically remember them. But we are Christians, and we have a sign. Jézus Krisztus a szívünkben. And it's that Jesus Christ is in our hearts. Keresztül. He is szeret. In us, we are in him, valós through módon. Him. Tettekkel, we can love in a real way with forgiveness törődik, and real acts of kindness bennünk, by rajtad keresztül,
törődik a másik emberrel. By caring about törődik others. A melletted levővel. Néz rá a családodban, a férjed, a feleséged, a gyerekeid, your a szüleid, family, a munkatársaid. Children, az emberek kint az utcán, Budapesten vagy Kaposváron. És törődünk velük. Mert te szereted valami olyan, amely törődik a másikkal. Your love is something that cares about others. Ez a legnagyobb. It's the greatest. És arra ív Isten bennünket, hogy tanuljunk meg törődni egymással. And God is calling us to learn how to care for one another. Kiváltképpen, especially, ha nem tudod a testvéredet szeretni, nem fogod a világot. If you can't love your brothers, you can't love the world. Ha nem tudjuk egymást szeretni, if you can't love one another, akkor csak nem egy való szeretet, azt mondja János. Then John says it is not a real love. Úgyhogy nagyszerű életre hívott az Isten. So God has called us to a great life. Csak egy gondolat még. And one more thought. Isten jelenlétében lenni. To be in the presence of the Lord. Szeretek Isten jelenlétében lenni. I love to be in the presence of God. Tudjuk mi az, hogy Isten jelenléte? Do you know what that means? I mean, ahol ott van ő. Where he is. A legnagyszerűbb dolog, a legnagyszerűbb hely ebben a nyomorult világban. It's the greatest place in this wretched world. Ott lenni, ahol ő van. To be where God is. Megtapasztalni őt. To experience him. Jelenlétében lenni, közel lenni hozzá. To be in his presence. Azt mondani, and to say, itt van Isten. God is here. Amikor én megtértem, and when I got saved, és én nagyon különleges módon tapasztaltam meg Isten szeretetét és kegyelmét, I experienced God's love and his grace in a very special way. Őrült jó volt. It was so good. Őrült. It was really good. Sötétségből a világosságra jöttem. I came out to the light from the darkness. A milliónyi kérdésből of the millions of questions, I came to the place of answers. Nagyon közel volt Isten. God was very jelenléte. Near. His presence. Ez jó érzésekkel is járt. And it did bring good emotions. Nagyon jó érzésekkel. Of course it felt good. Úgyhogy mindig mentem Istenhez. Minden nap, always, minden este, I always órán, went to God every evening, every day. Sokáig. I would hardly sleep. Annyira jó volt Isten jelenlétében lenni. Because it was so great to be in the presence of God. Egyszer valami úgy megtört. And then there was kind of a break. Kerestem, ó, Uram, itt vagyok. There was a change. I was looking for him. I'm here today, Lord, just like yesterday. In your presence. És nem jött az a jó érzés. But then the good feeling didn't come. És tudod, Isten azt mondta, hogy te nem engem keresel, hanem a jó érzéseket. And then God says, you know, now you're not really looking for me, you're looking for the high, néha for the good feeling. And sometimes we jó do. Érzéseket. We are looking for the high. Néha csodákat keresünk. Sometimes we're looking for miracles. Néha csak áldást keresünk Istentől. Sometimes we're just looking for valami. A blessing. Like, God, give me something. De Isten jelenléte sokkal több és mélyebb ennél. But God's presence is more and deeper than that. 1 János 4:12. 1 John 4:12. Istent még soha senki nem látta. No one ever has seen him. De ha isteni szeretettel szeretjük egymást, but if we love one another with godly Isten love, bennünk él, then God lives with us. És a szeretet kiteljesedik bennünk. Love will become full. Ha szeretjük egymást, azt mondja itt, if we love one another, akkor says, Isten lakik bennünk. Then God will dwell in us. Isten él bennünk. God will live in bennünk marad. And he will stay in us. És meg is fogjuk tapasztalni az ő jelenlétét. And we shall experience his presence. És a szeretete, ami ő belőle fakad, and the love that comes out of him, az bennünk marad. It will stay within us. És formál bennünket. And it will form us. És megnyilvánul. És átfolyik rajtunk. It will be shown, és megváltoztatja a nyelvünket. Flow through és a szavaink bátorítóak lesznek. És törődünk egymással. We will have words és az örülünk igazán az, amikor látjuk egy másik embert örülni. És azt mondjuk, köszönöm, Uram, hogy egy kicsit használtál benne. And we can rejoice in other people's joy. Valamit hozzátehettem egy másik ember életéhez. Hogy mosolyodt az arcára. Hogy te hozzád fordult. That I could put a hogy nem smile volt a porban, de a bátorítás segített és felemelte. That the person was down in the dust, but I és could ez formál lift him up with encouragement. Bennünket, kiteljesedik bennünk, azt mondja, and egy János transforms us, it matures us. Hol van Isten? So where is God? Ahol szereted van. God is where ahol love szereted is. Van. Ahol szereted van. Ott tapasztalhatjuk meg igazán. Where there is love, that's where we can really experience. Szeretjük egymást. If we love one another. Akkor ott van Isten. Then God is there. Az a legnagyobb, aki szeret. The greatest one is the one ez who Istennek loves. A célja az életünkben. And that is God's purpose for our life. Úgyhogy ott vagyok az ő jelenlétében. So I'm in his presence. Persze, keresem őt, az igéjét, I'm csendeségemben. His word and szól I have, az Úr hozzám.
I have silence formál engem. The Lord speaks to me and he's transforming me and he's preparing me. Ott vagyok reggel, és ott vagyunk reggel ő előtte, ott a megnyílt Biblián. And there in the morning is before him and the Bible's there. És felkészülünk. And I'm prepared. Hogy kimegyünk az emberek közé. We are preparing to go. Elhagyom a belső szobámat. Amidst the people and az irodámat. That we would leave our inner rooms. Belépjek a konyhába. I would leave my office, that I would step in the kitchen. Van. Where my wife is. Aztán a munkatársaim. And then my colleagues and coworkers. És viszük a szeretetet, mert fel vagyunk készítve arra. And we take the love because we are prepared. Hogy a kiváltképpen való úton járjunk. To walk on this highest way. Vigyük az ismertető jelét a tanítványságnak. That we would have the sign of discipleship. És hagyjuk, hogy Isten vezessen bennünket. That we would let God lead us. És így ad az Isten nekünk egy bővölködés áldott életet. And that is how God gives us an abundant life. És így formál bennünket. And that's how he forms us. És vezet. És aztán kérdezzük tőle, Uram, Uram, hogy tudnák megáldani egy másik ember? And then we ask him, Lord, how can I bless another person? Van itt valaki? Is there anything? Akinek kimutathatnám a szeretetedet. I mean, is there anyone here? Akifelé csatornája lehetnék a te szeretetednek. To whom I could channel your love. Is there anybody? Mit tegyek? What should I do? Készíts fel engem. Kérlek, Lord, Uram. Prepare me. Lehet az Isten néha mond nekünk ilyen nagyon megütköztető dolgokat. Sometimes God can nagyon furcsákat. Can say very strange things. Egy bizonyság még, és aztán befejeztem. Just one last testimony. És tetszenek nekem ezek az ilyen nagyon furcsa dolgok, megütköztető dolgok. And I really like these strange things actually. Volt egy drága ember, egy nem tudom, egy évig, másfél évig jött hozzánk, dolgozgatott az udvarban. There was a precious man who used to work in our yard for about a year or És úgy gondolom, hogy így normális voltam vele. And I think I was like okay to him. I mean, I was trying to be kind. Beszéltem neki Jézusról. I talked to him about Jesus. Jó hallgató volt. Az a fajta, aki mindig bólogat. Minden egyetért. He was a good audience. He was just listening. He was nodding away. Mindent elfogad. He was nodding. He accepts everything. Nincs változás. No, but there's no change. Nincs újjászületés. There's no. Nincs valami, ami megragadna. Being born again. There's nothing that captivates him. Na, Uram. Well, how can I Istennek volt egy ötlete. Well, God had an idea. Az embert arra biztatta, föl betörje hozzám. And God moved that man to break into my house and to rob me, to take away our belongings. Kárt csináljon. And to do great damage. Na most mit csináljak? Well, what do I do now? Mindennek van határa. Well, all right, there's a limit to everything. Keresztények vagyunk, nem birkák. We are Christians and we're not sheep. Ezt már az Isten se akarhatja, hogy tudod meg itt is szeressek. I don't think God expects me to love here. Ezek az első gondolataim. But those were my nekem. First thoughts. Nekem. I mean, those were my thoughts. Aztán Isten azt mondta, vagy börtönbe került, illetve fogdába. And then the guy was jailed. Menj be, látogass. He was in custody and then God put it on my heart to go and pay him a visit and to give him a gift. Mit rakjak a csomagba? Well, what should I put in this package? Legszívesebben mit raktam volna? Because what I wanted to put there. Bibliát. A Bible, yeah. Volt egy őszintébb right. Bombát. No, a bomb. És azt mondja, nem jó ötlet. But God said, no, it's not a good megvádva. Idea. És én szeretem, és én meghaltam érte. És tudod mit? Ugyanúgy szeretem, ahogy téged. And I love him, and és ugyanakkor árat fizettem érte. És ugyanolyan fontos a számomra. És ugyanannyira azt akarom, hogy ott legyen a mennyben. És azt akarom, hogy a testvéred legyen. És azt akarom, hogy öleld át, és szeresd. And I want him to be your brother, and I want you to go and hug him and love him. Na, ilyenkor nem szabad gondolkodni. Well, that's the time when you have to stop thinking. Csak menni kell. You just have to go. Ne gondold erre, mit fognak gondolni róla. Don't think it through. Don't be like, what are they going to think of me? Csomag, nagy csomag, minden bele. All right, big pack. Put everything in it. Bevittem a hótyidákba. Oda a fogdába. And I took it to the rendőr, to that place. És hova jött? XY-hoz. Mit hozott csomagot? Yeah, the police asked me who you came to and what. És milyen hozzátartozója, ki önnek? And he said, they asked me which relative of his I am. Hátra arc, how, utás. How I am related to him. Legszívesebben. Well, I wanted to run. But hát mondom, sértetje vagyok. Actually, I'm the person he damaged. I'm the person he robbed.
rendőr rám néz. And the policeman looks at me. Szemében egyértelműen az volt, hogy azonnal telefonálok a pszichiátriára. And I automatically saw him that he wanted to call a doctor. Hivatalnok, tessék! Mondom, a sértetje vagyok. Hozzám tört be, azt hiszem így and hívják. And I explained to him that, well, he broke into my apartment, and I think that's his name. Isn't that so? And they were like, yeah, all right. Igazán bocsássatok meg a példáért. Well, just forgive me for this example. Egy sem mindegy. Mindannyiunkkal megtörténnek ilyen because, dolgok. You know, it can happen to mindannyiunkkal megtörténhetnek ilyen dolgok. Anybody could go through ez Istenről szól, nem rólam. It's about God and it's not about me. És arról, hogy ő neki, bennem, bennünk, mindenre van ereje. And that he has the power to do everything through us. And we can walk that way. És ez az ember megtért. And that person got saved. Nem érintette meg, az beszéltem neki, jó viselkedtem. He wasn't touched by my good words, kindness, by my good behavior. Legyünk bátrak a szeretetünkbe. There had to be something greater. És tegyünk nagy dolgokat a szeretetben. So let us be bold in our love. Let's do great things in our love. Mi Istenünk a szeretet, Istenem. Because our God is the God of love. He himself is love. Nem csak kicsi dolgokat csinál. Just do little things. Nem csak egy kicsi mosolya volt ránk. He didn't just have a little smile towards us. Ő hatalmasat fizetett. He paid a great price. Neki semmi nem volt sok és nagy. Nothing was too expensive for him to express his love towards us. Bennünket a szíven ütött. And that strikes us deeply. That changed our lives. And that's why you're here. És azért megyünk tovább. And that's why we go on. És azért hisszük ezt, hogy ez a kiváltképpen valót. And that's why we believe that this is the most excellent way. The most excellent way that we can live. Hogy erről ismerjenek meg bennünk. And we want to be known about that. To be known by that. Amen. Amen. Atyánk, csak hálát adunk neked, köszönjük Father, neked, we thank you, itt vagy közöttünk. That you're here, köszönjük, you're with us. A jelenlétedben vagyunk, és köszönjük, hogy szeretsz minket itt ezen a helyen. Thank you that you love us. És minden helyen. Where we are. És köszönöm, hogy ez a gyülekezet, ez a szeretet gyülekezete. And we thank you that this church Isten is a place, gyülekezet, this church Isten of love. A szeretet, and God ez is a szeretet gyülekezete, egy hely, church of love. Ahol szeretjük egymást, and egy hely, ahol nagyon sokat, ha kell, sokat elengedünk és megbocsátunk egymásnak. A place where we ez a hely, az a hely, to ahol nagyra értékeljük egymást. It's a place where we ez a hely, value az a hely, another. Ahol látjuk egymásban azt az értéket, amit te tulajdonítottál. It's a place where köszönjük, we see the value in one another that köszönjük you have given neked, us. Hogy hihetetlenül megajándékoztál bennünket. We thank you for these great gifts. De köszönjük neked, Uram, hogy meg is tapasztalhatjuk ezt a bőbölködő és áldott életet. And that we may also experience this abounding life. Való életet. That we may experience the life szeretetben in your presence. Életet. The life in love. A legnagyszerűbb életet. The greatest life. Mint egy ember élet már itt a Földön. That a man can live on this earth. Az életet, amelyet élhetünk örökké. This life that we can live forever in heaven. Szeretet életét. Is the life of love. In Jesus' name, we give Amen. You thanks. Amen.